Kedves hölgyeim és uraim, megpróbálom az elkövetkezendő néhány percben összefoglalni azokat az információkat, amelyek a szívelégtelenség vonatkozásában napvilágot láttak, és nem túlzás talán azt állítani, hogy forradalmasították a gyógyszeres kezelést és gondolkozásunkat a kórkép vonatkozásában. Dominálóan a krónikus szívelégtelenségre fogok fókuszálni előadásomban. Én azt gondolom, mindannyiunk számára jól ismert, hogy a szívelégtelenség mind a mai napig egy igen komoly népegészségügyi problémát jelentő kórkép, hiszen ahogy az ábrán is látható, minden ötödik embernél kialakul a szívelégtelenség az élete során. Becslések szerint több mint 60 millió ember szenved a kórképben világszerte, és ahogy az ábrán is látható, annak ellenére, hogy az elmúlt években, évtizedben a rendelkezésre álló gyógyszeres és eszközös kezelési lehetőségek száma jelentősen bővült, azonban a kórképben szenvedő betegek életkilátásai változatlanul összevethetőek a leggyakoribb daganatos betegségben szenvedők életkilátásaival. A szívelégtelenséget a krónikus szívelégtelenség vonatkozásában dominálóan három alcsoportra bontjuk, aszerint, hogy a balkamrai szisztolés funkció hogyan alakul, vagy az ábrán is látható, a csökkent ekciós frakciós szívelégtelenség a HFrEF alcsoportjában azon betegek sorolandók, akiknek a szívelégtelenség tünetei, jelei mellett az ekciós frakciója a balkamra tekintetében 40% alattinak adatik. Azok a betegek sorolandók az enyhén csökkent ekciós frakciós szívelégtelenség a HFrEF alcsoportjába, fenotípusába, akiknek a balkamrai szisztolés funkciójuk az 41-49% közöttire tehető, és a legutolsó megtartott ekciós frakciós szívelégtelenség alcsoportjába pedig azok a betegek sorolandók, akiknek ez az érték 50% fölötti, valamint különböző képalkotó modalitásokkal strukturális szívbetegség jele észlelhetőek, amelyek a diaszolis diszfunkciót jellemzik, illetőleg a nátriuretikus peptid szintjük emelkedett. Ahogy professzor is említette, a szívelégtelenség, a krónikus szívelégtelenség vonatkozásában ezen alcsoportok kezelési lehetőségei mind a gyógyszeres, mind pedig az eszközös kezelés lehetőség vonatkozásában picit különbözőek, úgyhogy az elkövetkezendő néhány percben ezt fogom önöknek bemutatni. Különös tekintetben amiatt is, hogy 2021 nyarán került publikálásra az Európai Kardiológus Társaság éves konferenciáján az az új irány, amely az akut és a krónikus szívelégtelenség diagnózisával és kezelésével foglalkozik, és számos olyan újdonságot hozott ez a terápiás lehetőségek vonatkozásában, amely alapvetően befolyásolja a mindennapi gyakorlatunkat. Talán a csökkent ekciós frakciós szívelégtelenség a HFrEF vonatkozásában van a klinikus a legkedvezőbb helyzetben, hiszen az elmúlt években, évtizedekben számos olyan randomizált kontrollált vizsgálat látott napvilágot, amelynek eredményeinek köszönhetően, amelyek sikerének köszönhetően a kórképen szenvedő betegek életkilátásai elképesztő mértékben javultak. Azonban az elmúlt évben is publikálásra került néhány olyan tanulmány, amely egy újabb sebességfokozatot adott a kezelésnek. Ezeket szeretném egy csokorban bemutatni önöknek. Az első időrendben a Paradigm-HF vizsgálat volt, amely 2014-ben került publikálásra, hogy az ábrán is látható, és az angiotenzin receptor blokkoló neprizin inhibitor család első tagjának, a szakubitil valzartánnak a hatékonyságát vizsgálta csökkent ekciós frakciójú szívelégtelenség fennállás esetén. Több mint 8000 beteg került randomizációra a tanulmányban. A tanulmányt idő előtt le kellett állítani, mivel az aktív karona szakubitil valzartán hatásában a legfontosabb kemény kardiovaszkuláris végpontokban, de legfontosabb mértékben az összhalálozás vonatkozásában szignifikáns kedvező hatás igazolódott a korábbi aranystandardnak számító N-alapi alapú kezeléshez képest. A gyógyszer csökkent ekciós frakciós szívelégtelenség vonatkozásában már Magyarországon is elérhető. Az elmúlt években egyre nagyobb tapasztalat van a készítménnyel. A betegek jelentős, jó életminőségben eltöltött életévnyerességet kapnak, amennyiben alkalmasak a készítmény alkalmazására.
Az elmúlt 2 évben az SGLT2 blokkolók vonatkozásában látott napvilágot több tanulmány, amelyek a készítmények hatékonyságát vizsgálták, csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenségben. Az első időrendben a DAPA-HF vizsgálat volt, amely több mint 4500 beteg bevonásával vizsgálta tünetes, csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenségben szenvedő betegek körében a dapagliflozin hatékonyságát a kettes típusú cukorbetegség fennállásától függetlenül. És hát az eredmények egészen elképesztőek voltak, nem csak a primer végpontban, a kardiovaszkuláris halálozás és a szívelégtelenség események kombinált végpontjában, hanem az összhalálozás tekintetében is egy igen jelentős kedvező hatás igazolódott a placebo-karhoz képest a dapagliflozin hatásában. A néhány hónap később publikált az empagliflozin hatékonyságát vizsgáló Emperor-Reduce vizsgálat is hasonló eredményeket igazolt a csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenség prognózisára vonatkozóan, így ezen korábban egyszerű antidiabetikumként tekintett gyógyszerek már a csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenség terápiájába is becsúsztak, bekerültek. Ahogy az ábrán is látható, ezen eredmények ismeretében nem meglepő, hogy a 2021-es Európai Kardiológus Társaság irányelvében a korábbi aranystandardnak tekintett neurohormonális antagonista kezelés mellett már első osztályú indikációval szerepel nem csak a szakuvitil-valsartán alkalmazása, hanem az SGLT2 blokkoló család két tagjának, a dapagliflozinnak és az empagliflozinnak is az alkalmazása csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenség fennállás esetén. Ezen gyógyszerek, ezen készítménycsaládok egyfajta négyes pillért alkotnak a csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenség kezelésében. Minden beteg esetén, amennyiben nem áll fent kontraindikáció vagy intolerancia, ezen készítményeket a betegeknél alkalmazni kell. A másik nagyon fontos újdonság az ajánlásban, a csökkent egyszer frakciójú vonatkozásában az volt, hogy a korábbi gondolkodásunkat jellemző lépcsőzetes algoritmus megszűnt. Ahogy az ábra a jobb oldalán is látható, gyakorlatilag ezen készítmény családokat együttesen minél hamarabb azon készítményeknél, akinél ez elérhető és indokolt, a lehető legmagasabb dózisban, céldózisban kell alkalmazzuk, hogy a betegek prognózisát a legkedvezőbben tudjuk befolyásolni. Ezen minden beteg számára indokolt készítmények mellett számos olyan egyéb gyógyszeres kezelési lehetőség is rendelkezésünkre áll, amellyel a betegek életkilátásait, életminőségét tovább tudjuk javítani. Hogy az ábrán is látható, az első osztály indikációval adandó diuretikumok, illetőleg acelgátló intolerancia esetén szükséges angiotenzi receptor blokkolók mellett több olyan régi vagy új gyógyszeres kezelési lehetőség áll rendelkezésünkre, amely segítségünkre lehet a betegség ellen vívott harcban. Ezek közül talán az egyik legizgalmasabb a szolubilis guanilát citáz receptor stimulátor vericiguát, amelyel kapcsolatban a Victoria vizsgálat látott napvilágot 2020-ban a New England Journal of Medicine-ben, hogy az ábrán is látható, több mint 4500 beteg bevonásával 45% alatti balkonvegy egyszer frakciójú betegek körében tünetes szívelégtelenség fennállását vizsgálták a vericiguát hatékonyságát placebohoz hasonlítva, és hogy az ábrán is látható, bizony a primer végpontként megjelölt kardiovaszkuláris mortalitás és első szívelégtelenség hospitalizáció végpontjában egyértelműen igazolódott a vericiguát kedvező hatása a csökkent egyszer frakciójú szívelégtelenség fennállás esetén. Ezen a megelőző időszakban hospitalizációt, szívelégtelenség progresszión átesett betegek vonatkozásában. Természetesen lehetséges az, hogy az optimalizált gyógyszeres kezelés hatásában alkalmazás ellenére a betegek életminősége képalkotóval mért dimenzió jelentősen nem javulnak. Ezen betegek körében az eszköz közös kezelési lehetőségek alkalmazása bizony indokoltá válik. Ahogy az ábrán is látható, a kardiális reszinkronizációs kezelés minden olyan beteg esetében javasolt, az alkalmazást meg kell fontolni, akiknél az optimális gyógyszeres kezelés alkalmazása ellenére tünetes szívelégtelenség áll fenn, a balkonvegy egyszer frakciójú 35% alatt, illetve a QRS szélesség 130 millisekundum fölötti. A kardiovert defibrillátorok alkalmazásáról is én azt gondolom,
mindenféleképpen szólnunk kell. Abban az esetben indokolt primár prevencióval az implantálható kardioverter defibrillátorok alkalmazása, akiknél az optimális gyógyszeres kezelés alkalmazása ellenére a balkamreakciós frakció nem emelkedik 35% fölé, valami New York-i funkcionális 2-es-3-as stádiumban maradnak a betegek, illetőleg a várató jó életminőségű túlélés meghaladja az 1 évet. Természetesen szekunder prevenciós indikációval is alkalmazandó az ICD terápia, abban az esetben indokolt ez, hogyha közvetlenül a korábbi kólelőzményben olyan tartós hiperdinám ritmuszavar, malignus kamrai ritmuszavar lépett fel, amely a beteg életét veszélyezteti, és a várató túlélés változatlanul meghaladja az 1 évet. A HFrEF alcsoporttal ellentétben az enyhén csökkent ekciós frakciójú szívelégtelenség vonatkozásában a HFrEF tekintetében nem rendelkezünk ilyen elsöprő sikerű randomizált kontrollált vizsgálati eredményekkel, azonban számos olyan randomizált vizsgálat látott napvilágot, amelynek utólagos elemzése, illetőleg különböző metaanalízisek igazolták azt, hogy a neurohormonális antagonisták alkalmazása bizony előnyös lett az alcsoport prognózisának javítása tekintetében, hogy az ábrán is látható, a béta blokkolók, az acegátlók, az angiotenzi receptor blokkolók, az MRA-k, illetőleg az ARNI terápia vonatkozásában is napvilágot láttak olyan nemzések, amelyek ezen készítmények hatékonyságát támasztották alá HFrEF fennállás esetén. Így nem meglepő, hogy az ajánlás szerkesztői megfontolandónak tartják, javasolják ezen készítmények alkalmazását ennyi csak endekciós frakciójú szívelégtelenség fennállása esetén. Tehát a legkedvezőbb helyzetben a megtartott endekciós frakciójú szívelégtelenség fennállás esetén vagyunk klinikusként, hiszen HFpEF vonatkozásában az elmúlt években nem láttak napvilágot olyan vizsgálati eredmények, amelyek a készítmények egyértelmű kedvező hatását igazolták. Így nem meglepő az, hogy az ajánlás szerkesztői a fenotípus mögött meghúzódó etiológia kutatására, a célzott kezelésére helyezik a hangsúlyt, a tünetek enyhítésére, a dekongesszióra. A fényt az alagút végén az SGRT blokkolók jelentetik, hiszen az elmúlt időszakban napvilágot látott az Emperor Preserve vizsgálat, ami az empagliflozin hatékonyságát igazolta HFpEF fennállása esetén. Végül, de utolsó sorban néhány szót szeretnék szólni a szívelégtelenség gondozás fontos, hiszen ez adhat garanciát arra, hogy ebben a rossz prognózisú korképben a betegeinket a rendelkezésre álló evidenciák birtokában a legkedvezőbb gyógyszeres és eszközös kezelési lehetőséggel tudjuk ellátni. Különös tekintettel azon betegek vonatkozásában, akik az optimalizált kezelés ellenére változatlanul előreadott súlyos szívelégtelenség tüneteit mutatják, hiszen ezen betegeknél a szívelégtelenség gondozás, a szívelégtelenség ambulancián történő gondozás kulcsfontosságú lehet, hiszen mindazok betegek vonatkozásában, akik az optimalizált kezelés ellenére súlyos kardiális diszfunkcióját mutatják, funkcionális kapacitásuk objektív paraméterek alapján jelentősen beszűkült, bizony amennyiben nem áll fel ellenjavallat vagy kontraindikáció, felmerül a szívátültetés, valamint a mechanikus keringés támogatás igénye. Ezen esetben a szívelégtelenség specialista centrumok és a szívelégtelenség ambulancián történő gondozás kulcsfontosságú a betegség prognózisának javítása céljából. Köszönöm szépen a figyelmet!